Grecsó Krisztián, az első szerelmes étel. Olyan, hogy szerelmes étel? Nincs. De szerelmes minden falat lehet. A világ valamennyi csemegéje tud szeretni. A sóska is szeret, a tök is szeret, a spenót is. Még az elhanyagolt és megalázott zöldségek is oda vannak érted, ha szeretnek általuk. Ha úgy nyújtja oda a tányért a kacér kislány, hogy erőt vár érte, és törődést. Életem első szerelmes étke a sült krumpli volt. Igen, a bő olajban sárgára pirított hasább burgonya, és a mellé kacéran oda csöppentett házi kecsap. Tessenek nyugodtan összemosolyogni a férjükkel, hitvesükkel, micsoda történet lesz ez. Hogy lenne a sült krumpliban és a házi kecsapban benne a szerelem? Hogyan lehetnének ezek a kellem és a báj érzéki játékszerei? Na-na, tessenek csak kicsikét ide figyelni, és alázatosan visszagondolni saját kamaszkorukra. Akkoriban minden lépés fölfedezés, minden reggel új világ. Emlékeznek már? Abban az első időben édes minden szem cseresznye. Nincs finomabb a menzai ebédnél. Már ha úgy tudunk leülni, hogy Zsófi éppen szemben ül, és amikor emeli a kanalat, vágyakozó tekintetünktől megremeg a keze. Mintha vérezne olyankor a szív. Kilöttyen az alumínium kanálból a híg paradicsomleves. A gimnáziumból sétáltunk hazafelé, ez volt az első tavasz, amit a távolban töltöttem, 14 év a falumban, és fél abban a felnőtt kollégista messzeségben. A Tiszagát zöldelt és ragyogott. Zsófi is zöldelt és ragyogott. Harsánylány volt és ropogós. Igazi csongrádi fajta. Piros a bőre, mint a homoki bor. Azt kérdezte, nem vagyok-e éhes? Mert ő sütne nekem krumplit. Nincsenek otthon a szülei, és estig nem is jönnek haza. Hogy kétségem ne maradjon, sejtelmesen azt mondta, van otthon házi kecsap. Megremegett a térdem az ötlettől. Zavaromban a Tisza felé néztem, a szomorú füzeket utolérték növésben a nyárfák, belombozták alájuk, olyan volt a két összenőtt lombkorona, mint a focisták hátul lenövesztett haja. Annyira izgultam, hogy majdnem elfelejtettem válaszolni. Szomorúan pillogott a rakpart felé. Megfordultam én is. A vedres zöldséges száraz kapuján befordult a bokrosi szódás lovaskocsija. Úgy néztük, mintha a szódás hozná a bátorságot. És amilyen humora van a teremtőnek, úgy lett. Mire a plató eltűnt, megfogtam a kezét. Apám szívszélhűdést kapott volna, ha látja, hogyan pucoljuk a krumplit. Ez volt a mániája, vékonyan kell húzni, különben kilószámra pazarolunk évente. Inkább maradjon rajta a héja. Ha látta volna azt a két izgulós, ügyetlen kamaszt, elájul. Remegő kézzel ugyanis nem lehet krumplit pucolni. Vágyjal teli hassal enni sem lehet. A lélek úgy megtelik a kielégítetlen kívánással, mintha rizskásával tömték volna meg. Végül a nagy terheléstől, a sok remegéstől elzinderedik a test is. A krumpli kisült, forró volt és sárga, csak a hangulat dermedt meg. Úgy láttam, lecsúsztam a kegyről, Zsófi keserűen hozta elő a titokzatos házi kecsapot. Akkor inkább együnk. Megkérdezte, kérek-e? Nekem már mindegy volt, már nem volt mit vesztenem, őszintén feleltem. Nem tudom, mondtam. Hogy? Csodálkozott Zsófi. Hirtelen még a tájszólásom is előjött, 14 éven minden falusi gőgjével vágtam oda. Nem tudom, mi az a ketchup, mi olyat nem szoktunk enni. A lányokban, akármilyen süldők, ott lakik az anya. Csak ezt a fiúk nem tudják. És azt sem,
hogy az őszinteség, a gyöngeség gyakran megmelegíti a szívüket. A gondoskodás és a vágy pedig egy szívkamrában lakik. Zsófi úgy kacagott, mintha csengő lenne a torkában. Odaült mellém az ágyra. Megkóstoltam édesanyja házi kecsapját. Kiderült, hogy szeretem. Nagyon szeretem. Egész délután nem tudtam betelni vele.